Ez év február 2-án Gyertyaszentelőkor Kajászon megalakítottuk a Gazdatanácsok Szövetségét. Tisztelt gazdatársak, kedves vendégek, alakítottuk meg a Gazdatanácsot az országban elsőként. A december 1-i szolidaritási nagygyűlésen hangzott el a felhívás, hogy szervezőkenek Gazdatanácsok az ország minden pontján. Ma pedig itt vagyunk, közel 30 eddig bejelentett gazdatanács találkozóján, hogy szövetséget kössünk egymással, hogy még szélesebb körben folyhasson tovább a gazdatanácsok szerveződése, mely évtizedek óta félre nélküli. Fenyegetést, mondja az a két bábony megyeri gazda, akinek kerítésére korábban a ha pofáztok, megdögletek feliratot festették ismeretlenek. Ők azt mondják, azzal, hogy eredménytelennek hirdették a közelükben a földpályázatot olyan, mint a kivégezték volna őket. Ezt jelzendő ácsoltak két akasztófát a területre, amelyet végül ideiglenesen pályázat nélkül kapott meg egy olyan gazdálkodó, akinek már enélkül is hatalmas területei voltak. Az eljárás sérelmező gazdák ma több politikussal együtt tartottak tiltakozó akciót. Akasztófát ácsoltak a bábonymegyeri gazdák, melyre jelképesen fel is akasztották az őket helyettesítő bábukat, ezzel jelezve, hogy a kormány és a hivatalainak intézkedései az állami földek bérbeadásával kapcsolatban szinte halálra ítélték őket. Fogalmas nincs, hogy mi lesz itt. A saját földünket, ami a határban van, azt elveszik, nem adják oda, gyakorlatilag elüldöznek minket a faluról. Eddig is engedték a véremet, mert elkövettek mindent, hogy ne legyen takarmányom, ne legyen szalmám, és ez teljesen a vége. Amikor odaadnak 1000 hektárt egy családnak, akinek már amúgy is van 6-700 hektárja. A mai tiltakozáson több politikus is jelezte, hogy segíteni kívánnak az adminisztrációs trükkökkel kisemmizett gazdáknak. Követeljük, hogy semmisítsék meg az NFA földbérleti pályázatokat, és a gazdák nélkül soha többé ne alakítsanak ki állami földpályázati rendszert. A bábonymegyeri gazdák most azt mondják, hogy ha nem kapnak földet, akkor tönkre mennek. Állataikat nem tudják tovább tartani, és így családjaik megélhetése került most már teljesen veszélybe. A szociális... Amit most látnak, azok elsőre átlagosnak tűnő, mégis rendkívüli jelentőségű pillanatok. A helyi gazdák éppen szántani és vetni kezdenek traktoraikkal a Fejér megyei Kajászó határában. A pillanatok különlegességét az adja, hogy ennek a földdarabnak a bérleti jogát nem a kajászóiak, hanem egy kápolnásnyéki tetőfedő nyerte el egy tavalyi állami földpályázaton. Most mégis a helyiek traktoraiból kerül napraforgó az értékes táptalajba. Emlékeznek, először tavaly márciusban nálunk találkozhattak a felháborodott kajászói gazdákkal, akik egyetlen négyzetméter állami földet sem nyertek saját falujuk közelében. Helyettük Orbán Viktor Felcsúti Foci Akadémiájának elnöke és a már említett tetőfedő arattak a Nemzeti Földalapkezelő pályázatán.
Novemberre már annyira berágtak a nyilvánvaló igazságtalanságon a falucska őstermelői, hogy nagyjából 60 hektárnyi állami földet önkényesen lefoglaltak és beszántottak. Annyit, amennyivel szerintük a kápolnásnyéki győztes többet nyert, mint amit a törvény engedne. A hosszúra nyúlt délután aztán a napokban meglepve tapasztalták, hogy bár a tábláikat elvitték, az ősszel lefoglalt földjük parlagon hever. Ekkor határozták el, hogy újra partizán akcióba lendülnek. A mi 60 hektárunkat háborítatlanul hagyták, és most úgy döntöttünk, hogy eljött az idő, kisütött a nap, elérkezett a vetésidő, és ezt ténylegesen birtokba akarjuk venni azzal, hogy megműveljük ezt a területet és elvetjük. Azért a föld, aki megműveli, azt mondta Fazekas miniszter úr. A földet meg kell művelni, ha már elkezdtük, akkor ezt végigcsinálják és meg is fogjuk művelni. Ki fog aratni? Hát általában Magyarországon azért vannak olyan becsületes ember, aki elvet az arason is. Úgyhogy ennek a tudatában csináljuk ezt a dolgot. Az ősszel a földfoglalás után mi elköltünk igényünket az NFA-hoz, hogy kössenek velünk szerződést erre a területre. Ez november végén volt, a mai napig semmiféle választ nem kaptunk tőlük. A földfoglaló gazdák saját költségükre nagy kockázatot vállalva vetik be a kisajátított parcellát. Az unióban minden gazdának minden hektár föld után járó nagyjából 66 ezer forintra azonban alig ha számíthatnak majd. A terület alapú támogatást erre a területre valószínűleg mi nem fogjuk megkapni. Ez az összeg egy olyan 4 millió forint lehet erre a 60 hektárra. Első lépésben napraforgót tervezünk vetni egy olyan 24 hektáron, ennek a bekerülési költsége kb. Olyan 1 millió forint lesz, a maradék területre pedig kukoricát fogunk vetni. A csalódott kajászói földművesek érdekeik érvényesítésére gazdatanácsot alapítottak tavaly ősszel. Azóta ennek mintájára 8 megyében már 40 ilyen gazdatanács alakult, mindegyik az állami földpályázatok eredményei elleni tiltakozásul. A legfontosabb teendő az, hogy a gazdatanácsok felálljanak minden egyes vidéki helyen, minden egyes községben, faluban. És amikor törvénytelenség van, akkor föllépjenek és kezdjék el művelni a földet. Ehhez nekik joguk van, alapjoguk. Bor Ferenc a Gazdatanácsok Szövetségének titkára szerint, ha a helyi gazdák mindenhol feltárnák az őket ért igazságtalanságokat és jogsértéseket, akkor talán rá lehetne venni a kormányt, hogy visszavonja a vitatott pályázati eredményeket. Addig is bíróságokon támadják meg a szerintük törvényellenes döntéseket. A Vidékfejlesztési Minisztériumnak lenne dolga ezeknél a törvénytelenségeknél föllépni. Föltárjuk ezeket, és ezeket a pereket megindítjuk. Erre számíthatnak a gazdák. Természetesen olyan megoldás az nagyon nehezen képzelhető el, mert most már látjuk, ez a tapasztalatunk, hogy a Nemzeti Földalapkezelő önmaga bevallja, hogy törvénytelen. Az eddig több mint 30 ezer hektárt kiosztó Nemzeti Földalapkezelő teljes titkolózásba burkolózik az állami földpályázatok bírálati módszereivel kapcsolatban, pedig egy napokban nyilvánosságra került jelentés szerint az átláthatatlanságot tavaly októberben még az NFA ellenőrző bizottsága is kifogásolta, mint a gazdasági tervek elbírálásáról írták. Esetenként fellelhető indokok nélkül kaptak a nyertesek magas pontszámot, terveik nem voltak kiemelkedőek, sőt néhol hiányosak. A Szabó Rebeka által említett 200 ezer hektár új állami földpályázatot, a Földet a gazdáknak programot még múlt héten hirdette meg Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Ebben azokat az állami földeket osztják majd ki, amelyeknek 2017. március végéig lejár a mostani bérleti szerződése. De ez a program a hopon maradt kajászói gazdákon alig ha segít majd. Itt a környéken tudomásom szerint már állami föld nincs. Itt a kajászon egyáltalán nincs, kivitték a lábunk alul a talajt, szomszéd községbe Válba is elvitték, nincs környékben. Nekünk már nincs lehetőségünk, mi a 20 kilométerből kiestünk, hogyha úgy mérik a 20 kilométeres körzetet. Mi foroghatunk itten akárhogy, de 20 kilométeres körzetben nincs már állami föld. A gazdatanácsok szerint ráadásul, ha ők nem kapnak beleszólási jogot a leendő pályázatok elbírálásába, akkor esély sincs rá, hogy a politikai érdekek helyett a helyi családi gazdálkodók érdekei érvényesüljenek majd az új programban kiosztott földek esetében. Mi a garancia arra, hogy ez tényleg földet a gazdáknak program lesz, és nem pedig földet a nagy gazdáknak, és végképp eluralom a vidéket akció lesz. Semmilyen garancia nincs, hiszen nem állnak szóba senkivel. Ha törvénytelenek, ha nem, akkor sem állnak szóba, csak a saját köreikkel beszélnek. Tehát mi ennek nem dőlünk be, ha ez így marad,
akkor ez óriási gondokat fog okozni, már így is óriási a felháborodás vidéken. Ha valamit nem kívánok, akkor az az, hogy valaki a gazdák helyett mondja meg, hogy kiművelje a helybéli területeket. Minden jogot a helybéli gazdatanácsoknak, de nem valami arctalan embereknek, hanem olyanoknak, akik vállalják a nevüket, arcukat. És kiosztják azt a 200 ezer hektárt, amit kivizetett most a miniszter, hogy földet a gazdáknak, és azt úgy osztják ki, ahogy nagyon jól tudjátok, föltárta Ángyál József. 80% a nagybirtokosoknak, 20% a mikro, néhány pici terület helyieknek, tízletben átadva a parlamentben, vagy egy nagy ünnepségen annak a néhány megtévesztetnek. Megosztva a gazdákat ezzel is, a többit még mindig reményre késztetve. Hogyha ez így folyik tovább, akkor nem kell azt hinnetek, hogy külföldiek veszik meg a földeteket. A földetek lassan és biztosan 40-50 nagybirtokos kezében lesz. És akkor már mindegy lesz, hogy mi a nemzetisége. Akkor már szolga lesz mindenki vidéken. Ha a gazdák nem érik el, hogy a gazdatanácsok szövetségének legyen felhatalmazása, hogy tárgyaljon a nevükben a miniszterrel, akkor nem lesz megoldás. Ezért nagyon jó, hogy itt vagytok, és erősítitek. Mind a haza, mind pedig a házatok. Legyen a tietek, lakjanak benne magyar emberek. Gazdák, keressük egymást. Keressék a kapcsolatot a Gazdatanácsok Szövetség. Tegnap felhívtak telefonon minket, kisfiam vette fel a telefont. Oda jutottunk már az állatállományunkkal, hogy el kell adni. Tehát nem kaptunk földet, nem nyertünk pályázaton földeket. El kell adni. 22 nagy számos állatról van szó, erről 13-ra tettek ígéretet, hogy megveszik. Megpróbáltunk megegyezni, és visszaszóltak, hogy ők 1,5 millióval kevesebbet akartak adni, mint amennyit mi kértünk. Szaladt ki a kisfiam, hogy apa, van egy rossz hírem. Mondom, micsoda? Hát telefonált a bácsi, aki itt volt, ennyivel kevesebbet ad, ugye nem adjuk el. Az a 12 éves gyerek már tudja azt, hogy áron alul vannak ezek a jószágok, nem szabad eladni, mert akkor mi rosszul járunk. Tehát kihasználják azt a kényszerhelyzetet, hogy mi meg vagyunk szorulva. Hittünk a kormánynak, hogy földet kapunk, pályázunk becsületes úton, helyben vagyunk, 1000 hektár van ott, 4 falubeli pályázott, meg 20 környékbeli falubeli ember. Most Európában 50 hektár az, amire egy család bőven kényelmesen megél. Mit mondanak erre? Nem kap. Mielőtt ide indultunk volna, a kajászói határba kinéztünk, mert szerettünk volna megbizonyosodni arról, hogy valóban igaz-e, amit csütörtök óta folyamatosan látunk, hogy 6 kigyúrt őrzővédő ember őrzi a kajászói határban a kajászói földeket a kajászói gazdáktól. Ez egyszerűen felháborító, úgy érzem. Az NFA titokban, olyan január környéken lehetett talán, leválasztott 64 hektárt abból a területből, amelyet Kis Árpád megnyert. Igaz, hogy még így is maradt neki 220 hektár, és most úgy tesznek, mintha ez nem is lett volna igaz. Velünk nem állnak szóba, levelünkre nem válaszolnak, hiába keressük őket. Tisztelt főügyész úr! Az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Fehér Szövetség, a Kajászói, a Bábony-megyer Sromfeles Gazdatanács és a Gazdatanácsok Szövetsége megbízásából feljelentést tesz a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke, Sevestyén Róbert, és minden ismeretlen tettestársa ellen okirathamisítás, törvénytelen szerződésmódosítás, hatalommal való visszaélés, állami vagyon gondatlan kezelése és a nyilvánosság szándékos megtévesztése alapos gyanújával.